A Fidesz egyetlen reménye a mi reménytelenségünk, az ereje pedig a félelmünkben rejlik, mondta Lukácsi Katalin a közös ellenzéki tüntetésen. Donát Anna pedig arról beszélt, hogy át kell törni az apátia falát, nem adjuk a hazánkat, mi Európához akarunk tartozni. Az ellenzéki tüntetésről Donát Annát és Lukácsi Katalint kérdezzük. Nem megyünk bele a számháborúba, jó? Jó estét kívánok, hogy hol mennyien voltak? Elegen voltak a bentéren? Olvastam már olyat is, hogy nem, pedig hazament az illető, hogy mi többet várt, pedig szerintem ebben az apátiában az, hogy egyáltalán megmozdultunk, én becsülöm az embereket, akik ott voltak mind. Mi az elég? Tehát ugye ez egy nagyon nehéz dolog. Olvasom a fanyalgást, hogy mennyire kevesen voltak az Andrássy úton. Néztem a televízió közvetítésben, az Andrássy út gyakorlatilag tele volt. Persze, nem tartott a Hősök terétől, mit tudom, a Bajcsy-Zsilinszky út végéig a tömeg, de gyakorlatilag az ott tele volt. A Bemtéren láttam a képeket, a Bemtér tele volt. Mit várunk az emberektől? Mennyi? Hogy kéne megindulniuk? És ez most más szempontból is fontos kérdés, hogy mit várunk tőlük? Igen, erre nehéz válaszolni, mert én alapvetően korábban is azt gondoltam, hogy október 23-a nem a tüntetésről kéne, hogy szóljon. Persze most más napokat írunk, más a helyzet, de nem tudom senki se számon kérni, hogy az ünnepet, a megemlékezést azt nem tömegrendezvényen akarja tölteni, de szerintem inkább arról van szó, hogy most már naponta van egy fontos ügy, amiért ki kell menni az utcára. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek nem mentek el ezekre a tüntetésekre, hogy ne lenne nekik fontos, akár az Európai Ügyészség ügye, akár október 23, de azt is megértem, hogyha azt mondják, hogy az utcára menés már nem elég, ez már nem egy eszköz, sokkal fontosabb ez ügyben, mert hogy most ugyebár a fő kiállás az Európai Ügyészség melletti petíció ügye volt. Ha aláírják, ha 1 millióan aláírják, akkor ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most hányan voltak ott a Bemtéren. Amúgy a színpadról úgy tűnt, hogy az egész tér tele volt. Igen, hát az a baj, hogy mondjuk a napokban történt Londonban ott 500 ezer tömeg, sőt, mint talán annál is több hömpölygött a Brexit-tel kapcsolatban, Brexit ellen, és valóban a tévéből nézi valaki a politikát, akkor ó, pár ezer ember az semmi. Csak hogy egyrészt Magyarország nem London, más a politikai klíma, más a hangulat, nincs az az aktualitás most a cselekvésnek, és tényleg most nem tüntetni kell az aláírás mellett. Szerintem az is fontos, hogy egy ilyen tüntetésen nyomatékosítjuk, de szervezni kell, hálózatot kell építeni, és aláírás kell gyűjteni. Sőt, hát ugye felmerült egy másik téma, a kilakoltatások ügye, pont a mai tüntetésen, hogy amellett is elkezdődik az aláírásgyűjtés, hogy a kilakoltatásokat állítsák le. Ez lehet az út? Így gyűjteni embereket magunk köré, ha az aktivisták fejével gondolkozom, az aláírásgyűjtésekkel, a témák felkarolásával? Tehát nem a direkt politizálással, nem a párt politizálással? Azért ez is egyfajta direkt politizálás, tehát amikor az ember gyűjti az aláírásokat, akkor találkozik az emberekkel az utcán. Igen, hát ha így veszük, akkor igen. De én attól félek, hogy persze tényleg elképesztő sok ügy van, ami mellett tüntetni kéne, aláírás gyűjteni, ami egyszerűen tényleg borzasztó, ami most történik, de minél több ilyen kezdődik el, annál kevéssé fog ez az eszköz is bármit is érni. Tehát azért ezt mi megtapasztaltuk egy évvel ezelőtt az olimpia alatt, hogy akkor ez volt az egyedüli népszavazási ügy, és emiatt az emberek úgy tekintettek rá, hogy ez egy fontos ügy, nem véletlenül nem volt még soha Budapesten aláírás ez ügyben, illetve népszavazási kezdemény budapesti szinten, de azóta már több ilyet is beadtak, azóta sokkal nehezebb népszavazásokra is összeszedni az aláírásokat. Ha most elindul egy csomó petíció megint egymással párhuzam, és azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt időszakban is rengeteg petíció terjedt már az interneten, pár ezer embert el tud érni. Van egy olyan félelem, hogy ugyanazokat az embereket érik el ezek a petíciók, tehát hogyha minél több ügyben kezdődik el, annál nehezebb lesz a figyelmet felhívni, valami közös eszközt kell kitalálni arra, hogy ezek az ügyek összességében a rendszer ellen menjen, hiszen mindegyiknek az alap problémája az, hogy a NER olyan döntéseket hoz, ami egymás után vegzálja a különböző társadalmi csoportokat és a különböző embereket. A nagy indulatot mindezek ellen össze kéne gyűjteni, és egy valami nagyot csinálni, és nem sok kis ügy mentén, mert így mindenki csak a saját ügye mellett fog kiállni, és a végén elfáradnak. Mikor lehet nagyot csinálni? Választás kell hozzá? Egyébként szerintem nem feltétlen probléma az, hogy ha sok kezdeményezés van, nyilván lehet egy fáradtság, és nyilván lehet, hogy azt és majdnem ugyanazok írják alá, de itt nagyon fontos azoknak a mozgósítása, akik gyűjtik, és ők rájuk lehet számítani egy mozgalomépítésnél, egy pártépítésnél, az önkormányzati jövőre két nagyon fontos választásunk is lesz, és a Fidesz is így dolgozik, hogy mindig aláírásokat gyűjt, konzultálgat a saját szavazóival, és mindig aktívan tartja az aktivista hálózatát, és ez az ellenzéknek is legalább végre mindig valami táplálás.
ajándékot ad, valami muníciót ad a saját aktivista hálózatának, és ez lehet egy eszköz arra, hogy működjön majd a választáson a mozgósítás. Előző kérdésemet felülírom, már nem is érdekel. Hallgatva Orbán Viktort, nagyon világos volt, hogy október 23-a is csak eszköz arra, hogy a jövő évi választási kampányt megnyissa, vagy arra ráerősítsen, és a célokat meghatározza. Az ellenzék el van késve ez ügyben? Egyáltalán nincsen elkészve semmivel, sőt azért, hogyha megnézzük, akkor a különböző ellenzéki pártok így vagy úgy azért már elkezdték az európai parlamenti választásokra a kampányolást, és ezzel semmi baj nincsen, sőt minél többet kell ezekről az ügyekről beszélni. Azért visszatérve az előzőre egy picit, és ehhez a témához hozzákötve, azért itt van egy nagy tévedés, tehát mozgalmat építeni kell és fontos, hálózatot építeni kell és fontos, de a választásokon pártok indulnak. Az, hogy ezek az aktivista hálózatok támogassák a pártokat, az lenne a végeredmény. Remélem, hogy ebbe az irányba jutunk el. Az Európa parlamenti választásokon pártok fognak indulni, és ráadásul ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon fontos választás lesz, mert egy tisztán arányos rendszerről van szó, tehát végre senkinek nem kell orbefognia, nem kell a saját gondolatait egy picit sem lecsiszenteni azért, hogy másoknak az orra befogja és tudja majd oda szavazni. Mindenki vállalhatja, hogy miért áll ki, és milyen európai víziója van. És ez nagyon fontos lenne, hogyha ezt nem úgy élnék meg, hogy akkor az ellenzéki pártok már megint egymás ellen mennek. Nem, itt fontos lenne látni, hogy miből áll az ellenzék, milyen víziója van, mert utána azok az ellenzéki pártok, akiknek sikerül valamit elérniük az Európa parlamenti választáson, azoknak a közös kooperációja fogja elhozni azt, hogy ősszel az önkormányzati választásokon a legtöbb helyen, sőt, ha lehet az összes helyen, az ellenzék győzedelmeskedjen polgármesteri és önkormányzati helyeken is. Mert egyébként szerintem maga az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is egy európai politika, tehát maga ez is egy nyitány a kampánynak az ellenzéki pártoknál, és nagyon egy pozitív dolog, hogy tényleg a pártok is belássák, hogy most talán nem végre elfelejthetjük az összefogás tematikát, mert az európai parlamenti választásnál erre nincs szükség. A lényeg az, hogy mindenki a saját bázisát építse. Én nem úgy értettem volna, hogy majd jön egy új mozgalom, és akkor annak építjük a bázisát, hanem egyszerűen aktivizáljuk az állampolgárokat. A beszédemben is ezt mondtam, nem szabad a politikusoktól várni, hogy majd lesz valami csoda akciót kitalálnak, hanem az aktív állampolgárokra épülhet rá bármilyen párt kezdeményezés, és ez lehet a lelke annak, hogy itt valaha egy rendes polgári Magyarország. Mondott más is azt, hogy Fidesz nem mért arra, hogy 56 örökösének gondolja magát, meg azt is mondta, hogy a legfontosabb, hogy nem félünk. Hogy ne féljünk, igen. Hát ezt és erre visszhangozta a tömeg, hogy nem félünk. Nem készültem, nem gondoltam rá, hogy ennyire visszhangozza majd a tömeg, és én is némultam egy kicsit, hogy erre mit reagáljak, és jó esett, hogy tényleg ez a legfontosabb, mert szerintem megmétejezi a lelkeket most a félelem. Mindenki fél attól, a cenzúrától, öncenzúra is működik, pedig szerintem sokkal több lehetőségünk van, mint azt gondolnánk. Igen, csak sajnos az a baj, hogy akik a bentéren voltak, nem a többség. Még, én azért ezt hozzátenném, hogy ez nem egy reménytelen, a remény hal meg utoljára, és szerintünk van remény, nem véletlenül volt ez a szlogenünk korábban is, de egyre még nem ők a többség fél. És ez biztos, hogy alulról szerveződve kell tudni megváltoztatni, de az is biztos, hogy példát kell mutatni. Meg kell mutatni, hogy ha mi nem félünk, akkor egy idő után mások sem fognak tudni, illetve azoknak segíteni kell, akik, és el kell tudni fogadni, hogy a félelmeik mögött lehetnek valós gondolatok is. Tehát, hogy nem megint megosztani arra, hogy vannak a bátrak, meg vannak a félősek. Ez a probléma, hogy mindig fekete-fehérbe próbáljuk megvázolni az emberi lelkeket, a szavazópolgárok motivációit. Nem, példát kell tudni mutatni, ki kell tudni mondani, hogy igen, az én pártom, a Momentum mozgalom ezt és ezt vallja, és ezért nem félek. A másik párt meg mondja ki azt, hogy ő miért nem fél. És ezzel különböző embereket tudunk megszólítani, talán különböző emberek félelmét tudjuk leépíteni, de ki kell tudni mondanunk, hogy mi miért nem félünk. Arra emlékszik még, hogy mit mondott magának, amikor hazajött Magyarországra, hogy miért jön haza? Ez nagyon érdekes dolog, mert... Mert emlegettem a beszédében. Igen, és ezt, ezen sokan meglepődnek, én a menekült válság miatt jöttem haza. Én azért jöttem haza, mert migrációs tanulmányokat folytattam, és azt gondoltam, hogy ha valamikor, akkor most szükség van szakemberre Magyarországon. Én akkor éppen Hágában egy emberjogi szervezetnél dolgoztam, és azt gondoltam, hogy igen, én ott az életemet le tudnám élni, egy borzasztó fontos ügy mellett állok ki Hágában is, de lehet, hogy most otthon rám nagyobb szükség van. És egy pillanatig nem bántam meg. És amit tanult, és amit tudott volna kamatoztatni, ott azt tudja itt Magyarországon? Sokáig tudtam, én úgy érzem, sokáig tudtam, én egy civil szervezetnél kezdtem el akkor dolgozni, és aztán jöttek a civilek következő fázisú vegzálásai, és volt az a pont, akkor már az olimpia után voltunk, ahol azt mondtam, hogy nem most, ezt már a politikai térbe kell megvívni. Én korábban azt gondoltam, hogy szükség van hangosszavú, nem félő emberekre a civil szférában, mert a magyar civil szféra még nem áll saját lábon, még túlságosan gyerekcipőbe jár. De eljutottunk arra a pontra, hogy hiába akarna felnőni a civil szféra, ha a kormány, ha az állam nem engedi nekik,
akkor politikai térbe kell vinni ezt a kérdést, és ott kell tudni kiállni. Milyen furcsa, párhuzamos az élet tudjuk valamilyen szempontból, csak ellenkező irányból, mert hogy Katalin meg ugye a politikát, a pártpolitikát hagyta ott a civil szféráért tulajdonképpen, mondta azt, hogy ezt nem vállalom tovább, és kezdett el a civilek mellé állva maga is civilként működni. Igen, és csatlakoznék egyébként, amit Anna mondtál, hogy te is civilként aztán belesodródtál a politikába, tehát hogy, és Harangozó Tamás is erről beszélt, hogy a civilek már meg kellene tanuljuk, ne féljenek a politikától, és a politikusok se féljenek a civilektől, mert sajnos ma nem ez lenne a természetes, mert a civileknek az a dolgok, hogy civilek legyenek, a politikusok politizáljanak, de ma ketten inspirálhatják egymást. De a maguk megjelenése jelentheti az átjárót, nem? A két világ között. Én ezért itt valamit pontosítanék. Na. Én nagyon-nagyon nem szeretem, hogy a magyar nyelvben a civil ez egy ilyen átfogó fogalom lett. Amikor én civilt mondok, akkor civil szervezeteket, tehát nevezek meg. Civilek amúgy az átlag polgár is, de ilyen szempontból nem, én nem tudom, hogy mit jelent ma már a civil. Ezt másképp használjuk valóban. Én azt gondolom, hogy nem a civil szervezetek, főleg, hogyha emberjogi területen vagy szociális területen dolgoznak, de amúgy bármilyen területen dolgozó civil szervezet, nettó politizál, és ezzel semmi baj nincsen, hiszen egy fontos ügy érdekében szakpolitikai és bármilyen más ajánlással él, és próbálja kilobbizni, legalábbis így működik egy nyugati társadalomban, próbálja kilobbizni, ezek az ügyek igenis politikai akaratot és hangot kapjanak. És ez így van jól. És ezért az, hogy a civilek meg a politikának nyitnia kell egymást, az nem Magyarországon van egy ilyen fura kettéválasztása. Amikor elvárják a politikust, hogy vegyen részt egy tüntetésen, de mint civil, nem tud egy közszereplő, nem tud hirtelen civilre vázlani. Meg amikor azt mondják a politikusnak, hogy ne menjen oda a tüntetésre. Egy civil meg ne hogy amikor társadalmi kérdésekben vélemény nyilvánít, közéleti kérdésekben, akkor igenis politizál. Politizálni nem más, mint a közéletről való gondolkodás, cselekvés, beszéd, ezzel semmi baj ez nincs. Ez idén omlott le, amikor végig tamaszi tüntetéseken a civilek szervezték, de már politikusok akár fel is szólalhattak, és végre megjelentek a pártlogok is. Most itt egy civil szervezet szervezte, tehát politikusok is felszólaltak, úgyhogy tényleg ebben van a jövő. Ez ugyanez igaz az egyházakra is. Mindig megmondják, vita van, hogy szabad-e politizálni az egyháznak. Az egyház lényege szerint politizál, ugyanúgy, mint a civilek is, csak nem párt politizál, és ezt kellene végre megtanulnunk, hogy összefoghatunk politikai ügyekben, a pártpolitikában meg természetes, hogy különbözünk, mert ez az egészséges, és nem kellene tényleg mindenkit mindig egy táborba terelni. Annyira jó a vehemenciájukat látni. Köszönöm. Köszönöm a beszélgetést.